A fiatal ember, aki következik, nagyon büszke szülőkkel rendelkezik, azt gondolom. És az elmúlt tíz évben én is végignézhettem, hogy egy tinédzserből üzletember lett. És ezt a szó legszorosabb értelmében értsétek. 13 éves volt, amikor először találkoztunk. Én akkor regisztráltam az ég szembe és néha elmentem egy-egy vezetői konzultációra, aztán néha nem viszont mindig találkoztunk itt ott amott rendezvényeken, és talán két évvel ezelőtt hallottam először egy előadását, és így idáig leesett az állam, aztán megpróbáltam visszarakosgatni. Azóta a Youtube-on nézegettem, mert hatalmasan jó vlogokat csinál. Már tinédzser korában is foglalkozott azzal, hogy a saját érdeklődési körének megfelelően hollapokat szerkeszen, és mai napság is az online az ő egyik nagyon nagy erőssége. De én azt gondolom, hogy majd most meg fogjátok látni, hogy ő is miért megállíthatatlan a DXN üzletben, és hogy mennyire erős neki az offline szereplése is. Én ebben 1000%-ig biztos vagyok. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a Marcelt! Órián! Nagyon szépen köszönöm. Uh, én doboltam, mert apa egyet több gitárórát vett, és nekem a dob maradt. <laughs> és uh, hát nagyon örülök, hogy itt lehetek, és uh, amikor a, az István megkért, hogy, hogy uh, lenne kedve megosztani a, a tapasztalataimat, megosztani azt, hogy, hogy uh, én 20 évesen hogy építem a DXN üzletet, akkor nagyon örültem. És hát uh, most valami ilyesmiről fogtok hallani. Remélem, hogy hatékonyan át tudom adni. Hát a kezdetekről egy pár mondatot. Én nagyjából olyan 9-10 évesen eldöntöttem, hogy én üzletember akarok lenni. Nagyon tetszett ez az életmód. És hát nyilván sok filmet, sok sorozatot néz az ember. És hát gyakran, amikor unatkoztam, nem volt iskola, nem volt edzés, akkor hát valamit játszani akartam. Nem volt Playstation, nem volt Xbox, vagy hát nekem nem. <laughs> és, és hát az az igazság, hogy nagyon sok ilyen könyvet láttam, a apák az íróasztalán, a könyves polcán. Nem tudtam akkor még, hogy ki ez az ember, de láttam, hogy brutál jó üzletember lehet, süt róla az elegancia, a profizmus, és eldöntöttem, hogy vele fogok üzletelni. És hát ezt úgy kell elképzelni, hogy kimentem a nappalinkba, és aláírtuk a legzsírosabb szerződéseket Tom Camilla. És egy-két évvel ezelőtt én nagyon boldog voltam, amikor személyesen is Láthattam, személyesen is hallhattam az előadását egy hasonló üzletépítő szemináriumon. Vagy szeminá igen, szemináriumon. És hát akkor jutott az eszembe, hogy basszus, milyen kicsi a világ, hogy mennyit tárgyaltam én ezzel a fickóval. Most meg, most meg itt van a színpadom. És, és hát tényleg egy remek alapot adott arra, hogy a későbbiekben is valami hasonlót csináljak. Hát ez a kép, ez, ez számomra nagyon fontos, egyben nagyon vicces is. De ez volt az a pillanat, amikor, amikor a saját bőrömön megtapasztaltam, hogy a DxN üzlet az, az működik. Hiszen egy délután apa odajött hozzám, és, és megkérdezte tőlem, hogy, hogy lenne el kedvem elmenni vele egy földközi tengeri hajóútra. Hát, gondoltam magam, hogy tréfás pasas, mert hogy nem voltunk még soha ilyenen, és láttam a képeket, hogy, hogy milyen hajóról van szó. Hát mondom, ez nagyon aranyos, persze elfogadtam a meghívást. És nagyon-nagyon jó volt, bár most a napokban nem mindig van jó hírneve ezeknek a külföldi hajótaknak, de hogy, hogy, ez egy nagyon-nagyon ez tökéletes út volt arra, hogy, hogy az ember megtapasztalja azt, hogy, hogy milyen, milyen élmény dxn lenni, és hát azért vagyunk itt egy páran, akik, akik ott voltak ezen az MSC, MSC Splendida, Splendidán. Úgyhogy hát ez volt az a pont, amikor, amikor eldöntöttem, hogy, hogy ez egy nagyon jó dolog, nem tudom mi ez a DXN, számomra három betű volt, de azt, azt tudtam, hogy, hogy működik a dolog. Na, hogyan építem én a, a DXN üzletemet? 20 évesen nyilván teltek a, az évek, Suli egyetem, stb. És hát én már az egyetemi egyetemi éveim végén is elkezdtem aktívan építeni a, a DXN-es üzletemet. És amit nagyon fontosnak találok, az a folyamatos kapcsolatfelvétel. De azt gondolom, hogy nagyon sokan itt takadnak meg, én is látom a saját úgymond új üzletársaimat is, akik nagyon lelkesen csatlakoznak, de amikor eljön az a pont, hogy hát meg kell szólítani az embereket, akkor úgy, úgy húzzák a szájukat, és azt mondják, hogy hö, hö, hö. Majd jövő héten ráírok erre a fickóra, és erre van egy nagyon-nagyon jó tippem, nem én találtam ki, de szerintem egy másfél-két éve használom. Tudjátok, a Facebook mindig küldes értesítéseket a születésnapokról. És a születésnap azért remek alkalom arra, hogy megszólítsd az embereket, hiszen akár egy, egy, privát üzenettel, akár egy SMS-sel, akár egy, egy telefonhívással meg tudod köszönteni az illetőt, és hát nyilván, hogyha egy kis eszed van, már pedig miért ne lenne szerintem itt mindannyiunknak van, akkor tovább tudod vinni ezt a beszélgetést, és meg tudod tőle kérdezni, hogy mi újság vele, nyilván ő is visszakérdez, és hát tudod olyan mederbe terelni a beszélgetést, ami, ami az üzleti szempontból nagyon hatékony és nagyon sikeres tud lenni. És hát ez az alapja, és sokan itt rekednek meg szerintem. Van ez az állandó kérdés, hogy online vagy offline dolgozom. Én azt tudom mondani, hogy 60-70%-ig online dolgozom, viszont elengedhetetlennek tartom azt, hogy, hogy, offline is jelen legyünk, hogy ne csak egy, egy, ne csak egy, egy kép legyünk a, a, az interneten, a képernyőn, hanem húsvér emberek, emberként mutatkozzunk meg. És hát az online területen én blogoltam sokáig, nyilván hirdetési felületeket használtam, vannak ingyenes hirdetési felületek, vannak fizetős, ugye Google, Facebook, azért itt ismerünk szerintem olyanokat, akik nagyon komoly hálózatot húztak fel ezeknek a segítségével. És hát egy nagyjából fél évvel ezelőtt elkezdtem videózni. és Hát nagyon, nagyon, nehezen kezdtem el, mert úgy voltam vele, hogy utálok videózni, de állandóan attól féltem, hogy csak nehogy valami böszmeséget mondjak, már bocsánat, vagy, vagy nehogy valami idiótasággal uh, roncsom el a videót. És uh, hát elkezdtem vlogolni, uh, többen egyébként mondták, hogy lehetne csinálni ilyen baki videót, csak az a baj, hogy nem lenne túl szalonképes. De, de nagyon jó eszköznek találom arra, hogy, uh, hogy megszólítsuk az embereket. Azt gondolom, hogy ma az internet világában az emberek sokkal érzékenyebbek a videóra, mint az írásos tartalomra, Még pedig azért, mert biztos sokatokkal előfordult, hogy megosztottatok egy írásos tartalmat, amivel időt, amivel időt töltöttetek, ami, ami, azt gondoltátok, hogy ez nagyon jó dolog, és nem érte el azt a megfelelő reakciószámot, amit, amit ti szerettetek volna. És ez az azért volt, mert, mert lehet, hogy tök jó a tartalom, de az emberek manapság már nem kíváncsiak az írásos tartalomra, Nincs idejük elolvasni mondjuk két-három percben egy, egy, cikket, egy blogot, Viszont a videóra nagyon érzékenyek, és ha téged meglátnak a videó képernyőjén, feldob a Facebook téged, akkor azt fogják mondani, hogy hát passzus, hát ez hát a marci gyerek mi a szart csinál? Bár, mit csinál egy, egy, egy videóba, hogy, hogy hát csak megnézzük, hogy miről van itt szó, mert, mert érdekel, hogy mit keres egy videóba. És nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam ebből, hogy, hogy sokan jöttek úgy oda, hogy ezer éve nem találkoztam velük tényleg, véletlenül összefutottunk, és azt mondták, hogy hogy hú, láttam a videót, és tökre tetszik, és tök jól csinálod, és ez nagyon-nagyon pozitív tapasztalat, és egyébként belépők szintjén is, is nagyon komoly tapasztalat, hogy vannak azzal, hogy, hogy, olyan emberekhez jut el a videó, akikről, akikhez nem is gondolnánk. És uh, le van vagy? Volt olyan, volt olyan vlog rész, bocsánat, hogy végigvettem egy 10 perces videót, és amikor majd visszanéztem, akkor láttam, hogy le van húzva, úgyhogy újra ketten. Az offline területen pedig nagyon fontosnak tartom a, privát kávézásokat, illetve a találkozókat, mert azt gondolom, hogy ez az alapja mindennek. Ez adja meg a bizalmat, ebből következik az üzlet, ebből következik a vásárlás, ebből tudunk fogyasztókat találni. És az első tippe, amit mondtam, ez a születésnapi köszöntővel nagyon egyszerűen lehet egy privát kávézást összehozni. És hát a folyamatos terméktesztelésre annyira nem akarok kitérni, de néha napján leszoktam menni a konditerembe, és, és nagyon sokszor vannak izületi gyulladásaim, húzódásaim, hát mint egy, mint egy átlag sportolónak és nagyon sokszor teszteltem úgymond ilyen, ilyen nagyobb dózisokkal a termékeket, és tényleg nagyon jó tapasztalatai vannak azzal, hogy milyen gyorsan tud reagálni, milyen gyorsan tud regenerálódni a szervezet. Hát a kemény, kitartó, rendszeres munka. Mindig úgy jövünk el, vagy hát az elején én magamról tudok most beszélni, úgy jövünk el egy rendezvényre, hogy hogy valami titkot várunk, hogy ma majd biztos, hogy ő valamit tuti fog mondani, és én mindig így voltam a Kocsó Lecinek a, a rendezvényei hogy tuti most mond amit én még nem tudtam, és én nekem tuti ezért nem működik az üzlet, tuti ezért nem történik semmi. Aztán szépen lassan rájöttem, hogy a, hogy a kemény és kitartó és rendszeres munka az, ami miatt addig nem működött az üzletem, és ami miatt most működik. És hát milyen szerencsénk van, hogy azért nekünk nem egy ilyen hatalmas homokzsákot kell cipelnünk, hanem csak megosztani a világ legjobb termékét. Amivel, amire egyébként a, társadalom 80 a társadalom 80%-a még vevő is, már mint a kávéra. A CIP csak egy pár mondat. Szerintem mindenki érzi annak a súlyát, hogy miért jó ez rajta lenni. Én azt gondolom, hogy a legjobb tapasztalat az az, hogy remekül megtanítja az embereket a kapcsolatoknak a lezárására. És nagyon sok profi tréner csinál erről tréningeket, csinál rendezvényeket. Viszont azt gondolom, ha te felkvalifikálsz erre a kárprogramra, akkor nem kell ilyen rendezvényekre eljárnod, mert hidd el, hogy nagyon jól és hatékonyan le fogod tudni a zárni a kapcsolataidat. Mármint a üzleti kapcsolataidat. És hát nem beszélve arról, hogy, hogy ugye a forgalmat növeli a kárprogram, mint minden aktivitás, és hát belesegít abba, hogy esetleg egy jutalomútra eljussá, Ö, ami nem, nem egy elhanyagolható szempont. Bár azért látjátok, hogy nem mindig fenékig tej fel, mert a, a, dubai Pálma szigetnek a tetején az Atlantis Hotelnál próbáltunk fotózni, és lehetetlen, mert vagy egy Ferrari, vagy egy lámbó állandóan belelóg a képbe, és hát megpróbáltuk, ez lett a legjobb, úgyhogy, De azért megéri, azért megéri ö, ráhajtani. A végén pedig ö, egy kis videót hoztam, lehet ezt már sokan ö, de sok időm van, otthon sose sikerült ilyen gyorsan. Az önállóságról. Biztosan sokan gondoljátok azt, hogy, hogy egy koronás gyémán gyerekének csak megszületni volt nehéz, hogy, minden a gyerekkorától a felnőtt koráig el vannak intézve, és gyakorlatilag leül otthon a kanapé kezébe veszi a Playstation, most már van, kezébe veszi a Playstation, és végigüli az életét, és, és várja a lecsorgó ö, dolgokat. Ez nem mindig volt így, és pont a múltkor ö, apával beszélgettük, hogy minden sikeres DXN-esnek, akik itt ülnek az első sorba, volt legalább egy olyan fél évük, amikor eszméletlen módon hajtották az üzletet. Szerintem ezt mindannyian alá tudjátok írni. Neki is volt, vagy nekik is volt, neki ez egy kicsit több volt, és akkor még anya az egyik legnagyobb telekommunikációs cégnél dolgozott. És hát bizony gyakran volt olyan, hogy... hogy ö, Napokig egyedül voltam otthon, ezt úgy kell érteni, hogy teljesen egyedül, és magamnak kellett úgymond mindent elintéznem, iskola és edzések mellett. És hát akkor nem voltam meggyőződve arra, hogy de egy jó dolog ez a DX-en. De ha el tudjuk indítani a videót, akkor, akkor ez egy nagyon jó sztori erről, ebben a kapcsolatban. Ja? Melyik kell? Next? Aha. Nincs videó. Biztos, hogy benne van. Jó, elhiszem. Na, az a lényeg, hogy a, a, videóban egy beszélgetés zajlik, ahol hát apa megkérdez engem, hogy hát mi a véleményem így tizen... Nem tudom, hány éves lehettem, 14, 15, 16, ám már több, 18. És hát megkérdez arra, hogy milyen véleményem a dx -ről, és én röviden, tömören elmondom azt, hogy, Hát euh, amikor egyedül voltam otthon, és ez a száraz zsömlés, esett, eset, egyedül voltam otthon, és magamnak kellett száraz zsömlébe vacsorát siálmak, annyira nem voltam lelkes az üzlet iránt. Viszont euh, ma azt tudom mondani nektek, hogy, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy 11 évvel ezelőtt egy ilyen döntést, mert azt gondolom, hogy a, az egész családunk jövőjét ezzel megalapoztátok, és baromira megért az a pár száraz zsömlés, sőt, még most is elfalatoznék egy párat, hogyha ezzel múlik. És euh, Hát végül egy, egy kis üzenetet hoztam. Nagyon örülök, hogy azért, azért vagyunk itt egy páran fiatalok, meg nagyon remélem, hogy hogy ez a felvétel nagyon sok fiatalhoz el fog jutni. És hát ami azt illeti, a, a mai munkáról piac az nagyon kétoldalú. Én azt látom, nagyon sok barátom úgy éli az életét, vagy úgy érte az életét, hogy muszáj egyetemre mennie, mert a szülők azt akarták, hogy menjen egyetemre. Mert ez volt az elvárás, és el is mentek, és elvégeztek valami olyat, amiben vagy el tudtak helyezkedni, de rendkívül kevés pénzért, vagy elhelyezkedtek egész jó helyre, egész jó pénzért, viszont ők meg, ők meg valahol a szabadságot nem találják ebbe az egész dologba. És hát vagy van olyan, mint például én, aki elvégez szakot, és azzal meg azt abszolút nem tud semmit se csinálni. És... Mindenki keresi, én azt látom, hogy a mai 20 évesek is nagyon-nagyon keresik azokat a lehetőségeket, hogy megteremtsék a B opciójukat. Hogy, hogy találjanak valami olyat, amivel pénzt tudnak keresni, amivel időt tudnak felszabadítani, és én nagyon boldog vagyok, amikor a Facebookon szembe jön velem egy-két fiatal kortársam, és látom, hogy, hogy network marketinggel foglalkoznak. Nem biztos, hogy a dx nel de én akkor nagyon örülök, mert tudom azt, hogy, hogy, ők már valamire rátaláltak, ők már, ők már valamit éreznek, hogy, hogy lehet ezt máshogy is csinálni. Viszont ilyenkor mindig azon gondolkodom, hogy, hogy hát mennyivel egyszerűbb azért nekünk, mert Vajuk be, én azt látom 23 évesen, ha körbenézek a piacon, már pedig szoktam én is, engem is nagyon sok impulzus ér az interneten, és azt látom, hogy messze nekünk van a legüzletkompatibilisebb termékünk, hiszen ha megkérdezitek, akár ti is, de én biztos tíz barátomat, hogy, hogy azt azzal kérdéssel, hogy hányszor kávéztok egy nap barátnővel, baráttal, egy, nem is egy nap, egy héten, bocsánat. Tízből nyolc biztos azt mondja, hogy hát legalább kétszer, de inkább háromszor. És akkor mindig belegondolok, hogy basszus, ez a sok ember, ha ezt a három kávézást a mi kávénkkal csinálná, és a saját üzleti érdekéből csinálná, akkor milyen komoly üzletet lehetne berobbantani már ilyenkorban is. Úgyhogy hát egész sok időm maradt még, az a videó miatt. Talán. De az a lényeg, hogy, hogy remélem át tudtam adni azt, amit én most mondani akartam, és, és nem feltétlenül csak a, a fiatal korosztályra kiegyezve, hiszen ezt ez minden korosztályban tapasztalható. Akár a munkaerőpiac nehézségei, vagy akár az, hogy, hogy, hogy mennyire könnyen lehetne ezt az üzletet építeni, és mennyire mégis túlbonyolítjuk. Úgyhogy... Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatotok. Ó, még ha ennyi idő van, akkor viszont szeretnék egy olyan képet csinálni, ez nagyon menő mostanában. Csak egy ilyen. Hogyha majd mosolyogtok, azt megköszönöm, bár nem lesz benne mindenki sajnos. Köszönöm szépen figyelmet!